Ich begrüße unsere liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen die Sendung des Sogandeutschen Magazins. Bleiben Sie mit uns. Wir haben bereits in zwei früheren Programmen damit begonnen, das Landhaus von Sabern zu zeigen, aber wir sind noch nicht am Ende. Das riesige Gebäude empfängt die Besucher mit einer interaktiven und detaillierten Ausstellung. In der heutigen Sendung zeigen wir Ihnen die beiden verbleibenden Zimmer und die alten Werkzeuge im Hof und schließen damit unseren Rundgang durch das Heimatmuseum ab. In Sabern gibt es ein großes interaktives Heimatmuseum für diejenigen, die sich für die schwäbische Kultur interessieren. Das Gebäude ist ein Heimatmuseum, ein Museum und ein Gemeinschaftszentrum und beherbergt seine alten Mauern auch eine farbenfrohe Ausstellung für den 21. Jahrhundert. In unseren früheren Sendungen haben wir Ihnen die erste Hälfte des Landhauses und des Museums gezeigt und heute schließen wir mit einem Rundgang durch das Gebäude ab, bei dem wir auch einen Blick auf religiöse Bräuche und die Stelle werfen. Ez gyakorlatilag a egyházi szobánk, vagy templomszobánk, esküvői szobánk, ahogy tetszik, több funkció van itt is. Itt igazából a mennyasszony és a vőlegényt, az esküvőt, a lakodalmat jelenítettük meg, hogy nézett ki régen egy mennyasszonyi ruha, mert régen fekete volt a mennyasszonyi ruha, és később lett fehér, és ezt kapcsolódóan két falat úgy csináltuk meg, az egyik fal a régebbi esküvők, ahol a fekete mennyasszonyi ruha dominált, és a másik falon meg a fehér. Olyan váltás ilyen 49-50-től volt a fehér ruha, előtte a fekete mennyasszonyi ruha volt a jellemző, de ott mi kiírtuk egyébként, hogy mi volt jellemző akár az 1800-as évek végén, 1900-as évek elején, 10-es, 20-as, 30-as években, 50-es években, tehát akinek van ideje vagy kedve, ott az információt el tudja olvasni. Ami érdekesség, ez a mennyasszonyi ruhát attól a hölgytől kaptuk, akit ott láttunk, a Gám Évi néni, aki rajta van a falon, vagy akár itt ez a ruha az. Tehát az eredeti ruhája, a 50-es években ő hordta ezt a saját esküvőjén. Früher, wenn mehrere Kinder in einer Familie gab, heirateten die Geschwister oft Geschwister aus anderen Familien, vor allem aus wirtschaftlichen Gründen. Ami még jellemző volt, régen testvérpárokkal házasodtak, tehát a két fiú testvér, a másik két lánya, ott van egy felső kép a fehér mennyasszonyi ruhában is, ott a fiúk is testvérek, meg a lányok is, illetve hogyha átjövünk ide a feketébe is, ugyanitt a felsőkben is a két lány, az testvér és a két fiú is testvér. Szerintem lehet, hogy gazdasági oka is lehetett, vagy persze próbáltak úgy irányítani, régen úgy irányították az esküvőket, hogy a családok szerettek volna akár a vagyon miatt, próbálták irányítani, hogy ki legyen a felesége, vagy ki legyen a férje, illetve a testvérek a testvérekkel házasodtak, tehát olyan szempont volt két testvérpár, és valószínűleg egy napon volt a lakozi, akkor az is gazdaságilag olcsóbb volt, igen. Neben den alten Hochzeitskleidern gibt es auch Erstkommunionskleider und einen Kirchturm, der auch von der damaligen Funktion des Glockenläutens erzählt. Ami érdekesség, van egy templomunk itt, ebbe a helységben még gombokkal harangozás rendjét, ugye régen jelentősége volt a harangoknak, hogy hány harang szól, mikor, és ugye mikor hány órakor szól, akkor tudták már az emberek. Nem volt nagyon órájuk, nem volt telefonjuk, tehát délben tudták, hogy akkor ez egy harang szól, akkor dél van, vagy este ugye a nagy harang szólt, illetve a kis harang, akkor este 8 óra van, vakoknak is fontos volt, hogy tudjanak tájékozódni, illetve amikor vihar volt, akkor egy másik harang szólt, úgyhogy de egyet meg tudunk hallgatni végül. Am Mittag läutete wieder die große Glocke, pünktlich um 12 Uhr. Das Glockengeläut zu Mittag und am Abend spielte im Leben der Kinder eine besondere Rolle. Sie trugen noch keine Uhr, mussten aber immer, wenn es läutete, zu Hause in der Küche stehen und beten. Ja, de ugyanakkor, hogy a vihar volt, vagy reggel, amikor munkával kezdődött, akkor hallották a harangszót, és akkor tudták fölkelni, és munka van. És gyakorlatilag így tájékozott. Der nächste Raum ist der Stall, in dem neben alten Werkzeuge ein Feldtafel mit dem Grundriss ein typischen schwäbischen Dorfes zu sehen sind. Itt vagyunk most az istállóba, régen az istállóként funkcionált benne, és hagytuk a vájukat, az eredeti vájukat, hogyha meglézzük 1930-ával élve Eller János, aki a ház volt. Berendeztük egy kis istálló jelenetet, itt kicsit ugye kakas látunk, libát látunk, csibét látunk, meg egy tehenet. Picit mégis hogy egy istálló volt, hogy a gyerekek azért lássanak, vagy az emberek, hogy nézett ki talán egy istálló. Aztán itt is mindenféle tárgyat látunk, ugye a zsákokkal kapcsolatosan, régen meg voltak írva a zsákok mindenkinek,
illetve különböző tárgyakat állítottunk ki. Most készült el ez a terepasztalunk, és meg a település formákat lehet látni, hogy ugye 4 település forma volt, volt a Strassendorf, az utcafalu, vagy a Haufendorf, a rakásfalu, a Táldorf, a völgyfalu, vagy a Schagbertendorf, az meg a saktáblafalu. Ezek voltak a sváb település formákra jellemzőek. Még a kiírás hiányzik róla, de hogy a gyerekek jönnek, vagy jönnek a vendégek, akkor látogatók, akkor azért el tudjuk nekik magyarázni, és látják, hogy mi volt a különbség a település típusok között. A Székesszabad a Táldorf, ugye a völgyfalu. A völgyfalunk az a jellemző, hogy két oldalt házak vannak, utána jönnek a kertek, és a kertek után van egy patak, vagy az út. Míg az utcafalunak az a lényege, hogy két sor ház van, és ott nincsenek kertek. Ugye a maximális patak van, meg az út, és a házak vannak. Szabadban az jellemző, hogy a két házsor között nagy távolság volt, és ott kertek voltak, és utána jött a patak. Most már nehezebb látni, mert már beépültek, de igazából régen ez így volt, hogy ez a házsor volt, ahol vagyunk, és a túlsó házsor volt. És akkor ilyen ennek a besorása a völgyfalu. A Strassendorf az olyan, mint a Hímes háza vagy Újpetre, ahol házsor van, és nincsenek kertek. A Schagbertendorf az olyan, mint Babarc, vagy a Bálátban voltak ilyen települések, akkor nagyon szabályosan voltak megépítve az utcák. Haufendorf az meg ilyen rakásfalu, hogy itt volt 3 ház, itt volt 2, itt volt 1, az meg a Kisúj bánya jellemző, tehát olyan helyeken, ahol nem tudtak szabályos utcákat felépíteni. Meg a kezdetleges utcaképek voltak azok, inkább az ábazg a Haufendorfok. Es gibt auch mehrere interaktive Spiele im Raum, die den Kindern helfen, sich besser in die schwäbische Kultur zu vertiefen und das Gelernte zu verstehen. Itt egy táblánk szintén errefelé néz, ez is az állattartással kapcsolatosan. Itt inkább a kisgyerekeknek való ez, hogy ki tudják rakni itt mágnessel, gyakorlatilag rá tudják tenni, vagy be tudják rendezni, illetve ugye van egy eredeti kép, és akkor mi változik a 3 képen, mindig valami variálás van, ez egy kisebb gyerekeknek való. A másik oldalán viszont van, amiről már beszéltük, az ételek rendje, 7 napja is tart az ételek rendje. Itt ki tudják rakni, hogy mondjuk hétfőn mit főztek, ugye tésztanap volt, vagy káposztanap kedden, szerdán húsnap volt, gombócnap volt csütörtökön, pénteken babnap volt, és szombaton krumpli nap volt, illetve vasárnap volt húsnap. És ugye azt ki tudják rakni, hogy mikor, melyik nap volt, és hozzá egy menüt raktunk oda gyakorlatilag, és így ki tudják rakni ezen a táblán, illetve el tudják olvasni az információt hozzá. Ha megfordulunk, ott egy régi ajtóba beépítettünk egy memóriajátékot képekkel, hogyha megfordítjuk őket, akkor gyakorlatilag ezeket a képeket kell megkeressék párba, kvázi mint egy memóriajáték. Ezek a népszokás rajzaink, amik az udvarban még meg lehet látni ezeket a rajzokat. Illetve 2 tablet van 4 játékkal, ugye már beszéltünk, amit előláttunk a ház típusokkal kapcsolatosan, aztán a konyhai játékunk volt, aztán van egy színezős játékunk, egy címes színezős játékunk, és van egy kvíz játékunk. Ez a 4 játék van a tableteken, ezen is szoktak a gyerekek játszani. Im Stall des Landhauses gibt es 2 alte Türen. Beide sind von Sabern und eine ist die ursprüngliche Tür des Landeshausgebäudes. Azért raktuk azt az ajtót ki, igen, tehát picit olyan furcsa, hogy pont az istál mögött van. Ez egy szabadi házból hoztuk ezt az ajtót, illetve 2 házban is bent volt, pont a nagymáik házában volt ez az ajtó, de még a 70-es évben szedték ki, aztán a nagybácsomhoz került az ő házába, de is ugye már másik ajtót rakott be, és akkor nagyon szép volt az ajtó, és lekezeltük is, nagyon tetszett, és ezért kiállítottuk, hiszen egy szabari sváb ház volt, a 30-as években rakatták be annak idején abba a házba. Tehát ez egy nagyon jó régi ajtó, és nagyon díszes ajtó, és gondoltuk, ezt megmutatjuk, hogy milyen szép. Illetve ez az ajtó, ami mögöttünk van, ezt csak kiraktuk, mert ennek is még valami funkciót fogunk találni, lehet, hogy mögötte lesznek képek, vagy valami még információ lesz még mögötte, és ebben a házban volt ez az ajtó, ezért gondoltuk, ezt felrakjuk, aztán majd idővel majd kap valami funkciót. Zu dem Ausstellungsstücken gehört ein kleiner orthopädischer Schuh, der fast 100 Jahre alt ist. Ami érdekesség, ez a cipő, ez az ortopéd cipő. Akik a Szent Háromság szobrot építették, azok azért építették, azért adományozták azt 1939-ben, mert volt egy fiúk, kisfiú, aki sántítani kezdett, volt problémája a lábával, és hogy meggyógyuljon, ezért ugye a Szent Háromság szobrot építették, és most 2 éve abból a házból került elő, ahol ők annak idején laktak. Tehát padlásról ott hevert, és úgy kaptuk meg ezt a cipőt gyakorlatilag.
És akit itt láttunk a képen, ez a kisfiúnak a cipője volt, ilyen ortopéd cipő volt, hogy könnyebben tudjon menni. És még egy érdekesség, tavaly itt volt ennek a kisfiúnak a fia, aki szintén a 60 fölött van, és neki elmondtuk ezt, és megmutattuk, és akkor elérzékenyült, mert ő se tudta ezt. Gyakorlatilag abból a házból, ahol az ő szülei, nagyszülei éltek, abból került el ez a cipő. És ez is érdekes dolog. Tehát ez a cipő is idősítóban már 100 éves. Auf der Ende der Seite der Stelle befindet sich ein Gemeinschaftsraum mit einem kleinen Eckel daneben, die den lokalen Musiken vorbehalten ist. Itt egy harmonikást látunk, volt régen egy szabadi trió, egy énektrió, 70-es években alakult, először egy férfi kar volt 72-ben, és abból alakult ki a három énekes, ugye Weber, Pál, Gá, Miklós és Mielis, Mielis József, ők harmadik kísérte, először Cukfő József kísérte, utána édesapám kísérte, Háner József, és ők elég híres ének trió volt, 70-es, 80-as években rengeteg jártak, még Münchenben is jártak, Schwabbálon, ahogy a kép is tanúsítja, meg a környéken, tehát a sváb környékeken, vagy a vidékeken ismerték őket. Im Innenhof des Heimatmuseum finden Sie viele alte landwirtschaftliche Geräte. Auf dem Grundstück befindet sich auch ein Keller, der noch nicht für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Féltetőt építettünk ide, itt inkább a kinti dolgok vannak, ugye, ahogy láttok itt préseket, vagy nagyon régi, két nagyon régi présünk van, mondjuk ez nem teljesen van meg, ez 1824-es prés, ami csak félig van meg, de az még egész jó állapot van a másik, ez 1868-as prés. A szőlészet kapcsolatos kiállításot lehet itt látni, illetve vannak fényképeink, hogy nézett ki régen a ház, tehát miért felújítottuk. Van egy pincénk, amit még azért kicsit alakítgattunk el, de ki van boltozva ez is, de nincs olyan szinten, hogy ezt is mutogassuk, de ha egyszer meg lesz, akkor ezt is be fogjuk rendezni. Illetve rendezvényünk annak, hogy itt is tudtunk alatta ülni. Itt is van egy játék, ahol a dűlő neveket lehet kirakni a gyerekeknek. Régi fényképek vannak a falon, szabadi képek, olyan pincés jelenetek, szintén szabadi emberekkel. Van egy parhertünk, ami belett építve kemencével, azokat is tudjuk használni. Régi teknőt oldottuk meg hintoként. Régi létrát raktunk föl, tehát picit megpróbáltuk, egy régi szövőszék van, egy 1877-es szövőszék. Bár ez nem a faluból való, ezt úgy kaptuk, csak gondoltam, gyakorlatilag én kaptam, és gondoltam, akkor idehozom. De szerintem ez talán nem sváb szövőszék, de mivel nem akartam otthagyni, és megkaptam, ezért gondoltam, idehozom, hogy kiállítsuk ezt is. Ez még egyébként működik is. Tehát ha valaki ért hozzá, akkor ezzel még tudna szőni is. Úgyhogy ezt látjuk itt, tehát van egy komód, ami most nyilván csak itt van, mert azt is már utólag kaptuk, és nem tudjuk, egyelőre nincs helyünk. Tehát, de nagyjából inkább a kinti dolgokat lehet látni, hogy a kertből lehet látni ekéket, szánt, lovas szánt, aztán ez egy régi eszterga volt, régi szekér, ugye talicska, tehát amit tudtuk, ezt így beraktuk az udvarba. Das Heimatmuseum von Szaben wurde 2022 nach langen Bauzeit eingeweiht. Seitdem konnten viele Gruppen und Interessierte es besuchen und sich der schwäbischen Kultur nähern. Nekünk van már egy másik épületünk a másik utcába, egy kisebb, és valahogy mindig az volt az érzése, hogy más településének vannak tájházak, tehát ilyen kiállítások, ott nem tudtuk ezt megcsinálni, mert kicsi az a ház. És mindig volt egy ötletünk, hogy kéne egy házat venni, kéne házat, de nyilván, hogyha nincs anyagi támogatás, vagy nincs rá lehetőség, akkor nem tudjuk. De ez egy ilyen ötlet volt mindig. Aztán 16-ban jött egy pályázati lehetőség, és közben a Müller Anna, aki a képviselőnk, a német önkormányzó mindig mondogatta, hogy el szeretné adni a házat. És egyébként ezt a házat mindig nézegettem, ez mindig tetszett nekem. Egy nagyon hosszú ház, egy komoly ház volt, arányos volt, tehát hogy a faluban az egyik talán legszebb ház, meg nem is kis ház. Ezt mindig nézegettük, és ő mondta, hogy ezt el szeretné, lehet, hogy eladná, hogyha úgy van. És jött ez a pályázati lehetőség, ez egy februári nap volt, és nagyon gyorsan kellett lereagáljuk, hiszen jött a lehetőség a pályázatra, és akkor megkérdeztük az Annát, hogy eladná, és persze eladja, akkor mondja egy árat, akkor mondott egy árat, nem titok, 3.600.000 forintért vettük. Azt is úgy tudtuk csak megvenni, hogy két év alatt fizettük ki neki, mert belement ebbe, és ő vette kisebb házat a faluba, a másik utcába, amit ő fönn tud tartani, hiszen ezt ő már nem tudta volna fönn tartani. Ez nagyon nagy ház egyébként, tehát ő egyedül volt, rokkan nyugdíjas, és jött a lehetőség, hogy mi ezt megvettük akkor, megírtuk a pályázatot rá, ez mind
ezt leszongoráztuk talán 10-12 nap alatt, tehát ez hihetetlen gyorsasággal ment minden. Aztán két évig állt a dolog, mert nem tudtuk, hogy gyere a pályázat, és azon gondoltam, hát most vettünk egy házat, hogy mit csinálunk vele, hogyha nem kapunk anyagi forrást, és 18-ban jött a döntés, hogy kaptunk egy nagyobb összeget, ilyen 48 millió forint körüli összeget, de az még mindig nem volt már elég, majd fölmentek az árak, aztán hál' Isten az országgyűlési képviselőnkkel tudtam beszélni Ritter Imrével, és ő még megtudott ezt a 19-es évben 20 millió forinttal, és akkor rendelkezésre állt az összeg, amire a felújítást meg tudtuk valósítani, és gyakorlatilag 16-os volt a pályázat, és 19 júliusában tudtuk elkezdeni, de akkor is csak, hogy csak az, tehát a pénz az épületről szólt, illetve a parkolóról, tehát minden más az plusz pénzekből, amit minden évben tudtam még egyedi pályázatként kapni, szintén az, a Nemzetiség Volalól, Iberinek köszönhetően, Ritterimének köszönhetően, minden évben kaptunk pár millió forintot hozzá, illetve ami pályázati lehetőség volt, azt mindent megragadtuk. Nagyon jó évek voltak azok egész 22-ig, mert voltak lehetőségek, és általában nyertünk is. És így pont 22-re, amikor átadtuk a házat, hogy nagyjából be tudtuk fejezni. Nem mondom, hogy esetleg a pénzére tudnák még valamennyi pénzt lobbizni, akkor az is meg lenne, de nem panaszkodom, mert elég jól be tudtuk ezt fejezni. Tehát nagyon sokat dolgoztunk. Nagyon sokat ötleteltünk, pénzt is kaptunk rá, de lehet, hogy szerencsék is volt. Tehát ezt most már nem biztos, hogy nem tudnak megcsinálni. Úgyhogy ez pont finishben volt, 22 márciusban átadtuk, és akkor vettünk egy levegőt, hogy na, hála Isten, ezt meg tudtuk csinálni. A német önkormányzatnak is van költségvetése, működési pénze, a feladat alapú pontok alapján kapott pénze, csoportok, és azért úgy ezzel fontot kérünk belépőnek egy főre, azok is elég szépen jönnek, napelemünk van, nagyjából az ára most már azt gondolom, hogy a nullás, vagy mit tudom én, tehát nem nagyon kell belenyúlnunk, vízdíjunk akkora nincsen, takarítani mi megoldjuk így az aktivistákkal, tehát akik jönnek, nagyjából most fel tudjuk így tartani, nagyon sokat dolgozunk itt nyilván, lehet, hogy átlagosan többet dolgozunk, mint egy másik helyen lévő német önkormányzat, akinek nincs ilyene, de talán megérte, hogy ez megvan. Tehát egyenlőre fel tudjuk tartani, igen. Hogyha meg nem nyilván, akkor utána nézzük, hogy milyen források vannak. Most van egy egyesületünk is, aki szintén, hogyha van lehetőség, működésbe be tud ő is esetleg pályázati forrást hozni. Hát ügyeskedünk, megpróbáljuk megoldani. Azt gondolom, nagy szerepet játszik, hogyha megnézem a falu életét, tehát ez egy jelentős építészeti értéket bír itt a faluba. Nem csak a faluba szerintem, a környéken is, mert lehet, hogy országos szinten is, hogy tehát akik jönnek, legalábbis azok mondják, hogy nagyon, nagyon szépen megcsináltuk, hogy ilyen máshol nincs, vagy mit tudom, hogy kevés van ilyen, tehát is büszkék lehetünk. Tehát én azt gondolom, a falusok is büszkék. Én azt gondolom, egy ilyen település, mint Székelyszabad 600 fővel, nem hiszem, hogy pár évvel ezelőtt álmodott volna, hogy ilyet meg tudunk csinálni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy jelentős építészeti értékkel bír a faluba is, és mind az emberek szemébe is, szerintem is majdnem, hogy szerintem környéken és országos szinten is. Wir sind am Ende des Ausstellung des Heimatmuseums von Sabern angelangt. Für alle, die sich für schwäbische Brauche und Kultur interessieren, bietet das Landhaus einen sehr aufführlichen und interaktiven Einblick, so dass es sehr verständlich, warum viele Nationalitäten Schul- oder Kindergartengruppen der Heimatmuseum als Ausflugsziel wählen. Das große Landhaus ist ein angenehmer Nachmittagsausflug und mindestens eine Besichtigung wert. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen!